Hölgyeim és uraim, eljött az a pillanat, amit mindannyian vártunk. Ma reggel így köszöntött minket talányunk. És én is nagyon sok szeretettel... Angolul. Igen, és angolul. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, jelenlévőket, az igazgatókat, vezetőket, a képviselőket, és az újonként megjelenteket. Külön köszöntöm Szedlacsik Miklóst és családját. Köszöntöm azokat is, akik most élőben néznek minket interneten, a messziből, esetleg azért nem tudnak itt lenni, és azokat is, akik majd felvételről hallgatnak vissza, néznek vissza minket. Én Bartatusek Nébolya vagyok. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bartatusek János vagyok. Mi vagyunk a PFH egyik 10-es igazgató házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Mindjárt itt az elején a magázódást tehát le is tenném félre, és innentől kezdve tegeződünk, mert nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. Gyulán élek. A családi helyzetem mellettem áll a feleségem, és van egy 15 éves lányunk. Röviden magamról annyit, hogy az én rendőr civil foglalkozásom kereskedelmét végeztem. Mint jó feleség követtem a páromat, és ma már a PPH tanulócsapat szervezés a fő tevékenységünk, mint ahogy a párom említette. És most már... Ilyen meglepő. 27 éve, hogy egyre boldogabb házasságban élünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunold Réd ZRT, a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője, az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Nem volt a múltban sem ő, sem a hozzátartozó kisztag vagy pártag, illetve vezetőbeosztású. Nem örökölt se vagyont, se rangot, nem vett részt a privatizációban sem. 87 óta szerzett tapasztalatot az emberekkel való helyes bánásmód területén. 1991-től lett tapasztalata a csapatban együttműködés területén. 93-tól rendelkezik tapasztalattal a cégvezetés, az ember és az élet működése, személyiségfejlődés, a probléma megoldás, az emberek vezetése és oktatása területén. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Több pénzintézet vezetője is volt a múltban. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független, spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Nem igazán jellemző, hogy ilyen óriási tapasztalattal rendelkező üzletember az egyének és a társadalom szellemi felemelkedésére tegye az életét. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van, 2 fiúgyermeket neveltek föl. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete romokban hever, csak olyan dolgokat tanít, amit már használ is régóta, ki is vannak próbálva ezek a módszerek. 87 óta szerzett kivételes tapasztalatai és hatalmas eredményei tették őt különleges tudású és képességű emberré. A vezetőnk több különleges képességet kapott. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz kap részletes információt és tudást, és át is tudja adni érthetően. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok a legtöbb ember számára nem megérthetőek úgy, ahogy mások elmondják. Ha szükséges, képes személyek esetében is információt kapni a múltról és a jövőről. Ha az élet vagy emberismerettel kapcsolatos új kérdés merül fel, gyorsan kap rá választ, hogy áthathassa az információt. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsák a mai bemutató előadást.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Ez egy jó kérdés, már lassan vagy 13 éve kérdezem. De ennyire aktuális sose volt, mint amennyire most. Nem tetszik ez a népátmítás, ami folyik a világban. Figyelem és látom, hogy mennyire veszik be az emberek. Ez olyan, mint egy cumi. Úgy látom, az emberek szeretnek szopni. Pont gyereknevelés, coach képzésünk van. Ehhez fűznem hozzá, hogy biztos megszokták kiskorukba. Szóval, ha az ember megfigyelőként tudja ezeket az időszakokat figyelni, és az azt jelenti, hogy megteheti azt, hogy megfigyelőként figyelje a jelenlegi időszakban az embereket, akkor tényleg lehet mosolyogni azon, hogy meg tudják cumiztatni őket, Istenem. Jó, hát ezt lehetne szomorúra is fogni, de hát nem az a cél, hogy az ember szomorkodjon. Nem tudom, itt a teremben kérdezném a jelenlévőket, hogy neked volt már életedben olyan célod, hogy szomorkodni szeretnél? Nem? Akkor miért csináltál ilyeneket? Ha sose volt célod a szomorúság, akkor miért alkalmaztad? Ugye válaszként lehetne azt mondani, hogy nem tudom, de PPA-sként nem mondhatod ezt. Hát mert ugye erre van egy válasz, nem? Mert ha az embernek van egy célja, akkor a célt tudatosan tudja megvalósítani, tudja elérni. És tudatosan tud tehát haladni a célja felé. Tehát, hogyha az ember elér olyan dolgokat, ami nem jó neki, ami ha visszagondol, hát ez nem lehetett a célom. Például az, hogy szomorkodjak, akkor nagyon egyszerű a válasz. Nem a tudatosság révén jutottál el oda, hanem az érzelmeid vittek el oda, amit nem célként tűztél ki, hanem csak egyszerűen elérted. Mert az, hogy valaki szomorkodjon, azt is el kellett érni. De nem hiszem, hogy volt valakinek olyan célja az életében. Hát, hogy tűzzük ki célul, hogy szomorkodjunk. Nem? Nem hiszem. Tehát ezek a dolgok, amit az emberek elérnek, például a szomorkodás, ez nem tudatos. Az ember az kitűz tudatosan célokat, és ahhoz tudatosnak kell lenni, gondolkodni kell.
És ha már lenne az életedben csak egy ennyi felismerésed, még akkor is, ha te nem vagy itt tanuló, hogy azt, amit én most csinálok, amiben rosszul érzem magamat, kitűztem célul? Nem, nem tűztem ki célul. Akkor hogy jött ez létre? Miért történnek velem olyan dolgok, amit nem is tűztem ki célul? Hát mert az érzelmeim elvittek oda, hogy ilyeneket megéljek. Akkor nem kellene magáról, az emberi érzésekről, annak a létrejöttéről, működéséről több információhoz jutnom? Nem kellene esetleg erről tanulnom? Nem kellene esetleg, ha a működését jobban megismerném, akkor tudjak esetleg uralkodni a saját érzelmeimen? Nem lenne erre szükségem? Vagy úgy jó, ahogy van? Megkapunk olyan dolgokat az életünkben, amit egy picit se akartunk volna. És akkor emberek mit csinálnak ilyen helyzetekkel? Azt mondják, hogy azért, hogy ide jutottam, így érzem magam, ő a felelős, meg ő a felelős, meg ő miatta, meg ilyen helyzet miatt jutottam oda. Nem. Az érzelmeid által jutottál oda. Mert az, hogy rosszul érzed magad, ott van benned, benne a kifejezésben, hogy érzed. Ha azt mondod bármikor, hogy érzem magam, az azt jelenti, hogy az érzelmeid működnek. Érted? Az érzéseid hozták létre azt, hogy most úgy érzed magad, ahogy igazából nem is szeretnéd. És akkor nem kellene olyan dologról tanulnunk. Nyilván, akik itt vannak, tudják, hogy kell ilyen dolgokról tanulni, de akik nincsenek itt, azok nem gondolkodtak el azon, hogy kellene olyan dologról tanulni, hogy érzések. Hogy hogyan irányítsd mondjuk az érzéseidet. Hát az érzéseid által, az érzelmed által vagy befolyásolható. Ha nem lennének érzéseid, nem lenne érzelmed, senki nem tudna befolyásolni. Hát az embereket ezért tudják mindenfélére manipulálni, mert vannak érzelmei, érzései. De nem kellene olyat tanulni, hogy hogyan legyek ura a saját érzéseimnek? Ha azt te úgy gondolod, hogy hát jó úgy, ahogy van, miért kellene ilyenről tanulni? Hát figyeld, erről én azt mondom, hogy a te életed. Felőlem te annyit szenvedsz, amennyit akarsz. Nekem aztán tök mindegy, hogy te mennyit akarsz szenvedni. És mire jut az ember a szenvedéssel? Hát jóra nem, az biztos. Nem tudom, megfigyelted-e, hogy minél többet szenved egy ember, annál hamarabb feldobja a talpát. Tehát mondhatjuk azt, hogy annál rövidebb életű lesz. Tehát az lenne egy célja az életnek, hogy minél hamarabb feldobjuk a talpunkat? Nem így gondolom. Tehát nem lenne jobb, jó neked az, hogy itt van egy, hát csak a vak nem látja olyan világ,
ami nehéz, nehezül. A legtöbb ember számára. Nehezül. Tehát fokozatos vagy folyamatos nehezülés van. Megy jó pár éve. Próbálnak erről emberek nem tudomást szerezni. Próbálnak ugyanúgy élni, mint előtte. Mondjuk, mint 2020 előtt. Nem ez a megoldás. Tehát minden rossz érzés, ami benned keletkezett eddig életed során, jó, ha tudod, nem más hozta létre. Nem más okozta neked, hanem az érzelmed hozta létre. Oké? És nem a pozitív érzelmed, mert van pozitív érzelmed. Mikor valakit szeretsz, az egy pozitív érzelem. Oké? De az egy tudatos pozitív érzelem. Nem egy ösztönös. Ugyanis ösztönös pozitív érzelmünk, csak egyetlen egy dolog van. Azt pedig úgy hívják, hogy fajfenntartás. Ez az egyetlen pozitív ösztön. Nincs más pozitív ösztön. Ráadásul, ha megnézed, csak úgy kis kerülő, a pozitív, ez a fajta pozitív ösztön, mennyi halált okozott ezen a bolygón már? Emiatt hányan haltak meg? Mondhatni azt, hogy nap mint nap hányan halnak meg emiatt a pozitív ösztön miatt? Mondjuk azért, mert mit tudom én, megcsalja a párja, erre fogja, és dühében mondjuk belebök egy kést a hasába. Neki is, meg a csábítónak is. Satöbbi, satöbbi. Vagy, mit tudom én, mondjuk elkap miatta valami betegséget. Nem, mert éppen ezt gyakorolta, tudod. Ugye, ne felejtse. Gondold végig. Tehát, oké, hogy van ez a pozitív faj fenntartó ösztön, nem is erről akarok beszélni, visszatérünk, jó? Hanem arról, hogy az összes többi, ami az ösztönünkhöz kapcsolódó érzelem, az mind olyan, ami mögött semmilyen gondolkodás nincs, hanem egyfajta olyan működés van, ami fölött az egyénnek nincs befolyása addig, míg nem tanulja meg, hogy hogyan legyen befolyása fölötte. Kedvenc témám az oktatások során. Ugye azok, akik itt tanulnak, tudják, hogy az érzelmeink feletti uralkodás tanítása és az érzelmeknek a negatív következményei, az kedvenc témám. Nem hiszem, hogy találsz a bolygón még egy oktatót, aki erről a témáról
annyit tud tanítani, mint amennyit én. Nyugodtan kereskélhetsz, csak nem éri meg az idő ráfordítás. Szóval mondom, érdemes lenne végig gondolni azt, hogy nem kellene tanulnod a saját érzéseidről. Hogy képes legyél az életedben megakadályozni azokat a negatív érzéseket, amik az embereknél úgy általában létre szoktak jönni. És apropó, az előző gondolataimhoz csak úgy hozzávetném, hogy ez eléggé sokak számára ilyen nagyképűnek tűnhet, hogy én kimerek jelenteni egy olyat, hogy bizonyos dolgokban mondjuk én tudok a legtöbb tudással szolgálni. Vagy én nekem van mondjuk a legtöbb tapasztalatom, vagy én vagyok benne mondjuk a legnagyobb eredményeket elért. Ez úgy sokak számára esetleg nagyképű lehet. Akkor szeretnélek benneteket felvilágosítani, akiknek ez nagyképűségnek tűnik. Hogyha egy ember nem ismeri a képességeit, az elég nagy baj. Oké? Okay? És én ismerem a saját képességeimet. Oké? Okay? Tehát ez a különbség. És ha neked ez nagyképűnek tűnik, hogy van egy ember, amelyik ismeri a saját képességeit, és netán még beszélni is tud róla, hát akkor az azt jelenti, hogy te igen-igen bajba vagy az életed területein, mert fogalmad nincs a képességeidről. Oké? Okay? Jó, úgyhogy ezt a témát le is zártam. És akkor menjünk vissza ahhoz a dologhoz, hogy miért kell ilyen dolgokat tanulni. Tehát eleve ott kezdődik, hogy mindenkinek van egy élete, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen minőségben éled meg az életedet. Tehát mondhatjuk azt, hogy milyen minőségű életet tudsz élni. Én úgy gondolom, hogy bolond az az ember, aki nem minőségi életet szeretne élni. Mit jelent a minőségi élet? Nagyon érdekes, mert hallottam erről egy ilyen kommunikációt, talán a YouTube-on, hogy egyetlen egy, tehát ezt nem én mondom, jó? Hanem azok a beszélgetők mondták, hogy egyetlen egy olyan gazdag embert sem láttak még, aki boldog lett volna. És, ja nem is, ez nem is a YouTube-on volt, ez a rádióban volt. A rádióban. Méghozzá a Sebestyén Balázsék beszélgettek erről. Már eszembe jutott. És sőt, azt látták, hogy a gazdag emberek, akik tele vannak lóvéval, ki vannak égve. Ezt látták. Totál egyetértettem velük. Ugyanis az átlagember az gazdag szeretne lenni. Tehát anyagi értelemben vett gazdag. Pedig a gazdag emberek nem boldogok. És én örültem, hogy nem csak én látom így,
hanem már rádió műsorban is beszélnek erről. Méghozzá úgy, hogy elég sokan hallották. Ugye a reggeli műsorban. Ez a héten volt egyébként. És az hogy lehet, hogy tele vannak lóvéval, és mégsem boldogok? Hát ennek több oka van. Nem feltétlenül van kedvem felsorolni, de föl tudnám. Jó, tehát maradjunk abban, hogy nem boldogok. Attól, hogy a tévében bemutatják a különböző filmekbe, hogy milyen boldogok a gazdagok, egyáltalán nem így van. Tehát az átlag ember azért akar gazdag lenni, mert a tévében azt mutatják, hogy az jó lenne. Ja, és akkor folytassuk, akkor maradjunk ennél a témánál. De a legtöbb ember, aki gazdag szeretne lenni, nem lesz gazdag sose. Ami azt jelenti, hogy kudarc éri. És a kudarc révén, az érzelmei a negatív érzések révén eluralkodik rajta. Tehát kudarcként fogja megélni, hogy annak ellenére, hogy ő nagyon gazdag akart lenni, vagy nagyon akart gazdag lenni, most mindegy, honnan nézzük, nem ért el. A legtöbb ember ezt kudarcként éli meg. És az nagyon jó, a hatalomban lévő, főleg a háttérhatalomban lévő embereknek. Miért mondom, hogy háttérhatalomban lévő embereknek? Azért, mert úgy értjük a háttérhatalmat, hogy a nagyvállalatok mögött lévő embereknek, a média mögött lévő embereknek, a kormányok mögött lévő embereknek. Ugye az érdeke, hogy az embereket, az embereknek kudarc érzésük, tehát negatív érzelmeik legyenek. Mert ha az emberek negatív érzelmek hatása, saját negatív érzelmeinek a hatása alatt áll, akkor az emberi elme úgy működik, hogy tisztában legyünk vele, hogy az egyén sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható. És ezáltal is elérik, hogy még több ember legyen befolyásolható, manipulálható. Az embernek vannak életterületei. Még azoknak is vannak, akik teljesen az anyagba zártak. Mert az anyagba zárt ember, neki is van énje. Van párja, szüleje, sok esetben gyereke, találkozik más emberekkel, akikkel kapcsolatba kerül. Van munkája, ami nem feltétlenül alkalmazotti viszony. Lehet pénze, él egy környezetben, és kapcsolatba kerülhet akár hatóságokkal is. Tehát itt ez a 10 életterület, abból itt van 9. Tehát az anyagi világban lévő emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy az anyagi világ az ő világuk, azoknak is van 9 életterületük. Van egy 10. is, csak arról nem tudnak semmit. Tehát van 9 életterületük. És ez a 9 életterület, ez úgy működik, hogyha bármelyikkel gond van, akkor az kihat a saját érzéseinkre, érzelmünkre először is. Hát érzelmünkre. Az érzelmünk,
pedig érzést hoz létre, méghozzá negatív érzést hoz létre. És már is benne van az egyén abban a negatív érzésben, amiben nem akart belekerülni. Amiben nem érzi jól magát, de mégis valameddig benne van ebben a negatív érzésben. Ez olyan, mint egy ilyen mókuskerék. Minél jobban ki akar belőle jönni, annál több energiát emészt fel, és annál inkább nem tud belőle kijönni. Tehát ugye a... látott már mindenki ilyen mókuskereket? Akkor egy kis tanítást ide belerakok, jó? Már volt egy egyébként. Tehát a mókus akkor tudnak kijönni a mókuskerékből, nem ha minél gyorsabban tekeri, hanem ha megállítaná. Érted? Tehát akkor oldalra ki tudna jönni. Ki tudna bújni a mókuskerékből, ha megállítaná a forgást. Oké? Okay? Tehát minél jobban ki akar az ember jönni egy érzelmi mókuskerékből, és minél jobban teper, hogy kijöjjön a mókuskerékből, annál jobban nem fog kijönni. Tehát meg kell állítani a mókuskereket, hogy az ember kibújjon a mókuskerékből. Világos ez? De a legtöbb ember ezt nem csinálja meg. És benne marad abban az érzelmi mókuskerékben. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, bármelyik egy terület legyen, ami létrehoz egy negatív érzést, már az illető nem tudja jól érezni magát a bőrében. Már mások fogják látni, hogy neki vajon a baja van. Érted? Tehát valami baja van. És ezáltal azt fogják látni, hogy nem boldog. Érted? Nem boldog ember. Ezért nem tudnak boldog lenni, boldogok lenni a gazdagok. Mert attól, hogy gazdag, a 7-es, 6-os, mondjuk rendben van. Oké? Okay? De a pénzzel is van gondja, mert félelmei vannak a pénzzel, hogy nehogy elveszítse azt a hatalmas vagyont, vagy abból a vagyomból, nehogy elveszítsen egy kicsit is. Tehát bármelyik területtel gondja van egy embernek, mert nem tud vele bánni, az illető rossz hangulatúvá válik, mert így működik az érzelem, de nem az hozza létre ezt az érzést, ami történt vele. Mert ha tudna ura lenni a saját érzelmein, akkor nem jutna el oda, hogy rossz érzés alakuljon ki benne. Mert a rossz érzést az mindig az érzelmünk hozza létre. Világos ez? Tehát ez nagyon fontos, megint egy tanítás, hogy nem a körülmények hozzák létre a rossz hangulatodat, nem egy más ember hozza létre a rossz hangulatodat, hanem a saját érzelmed hozza létre a rossz hangulatodat. Világos ez? És ez minden ember
aki hallja az én előadásomat, kellene, hogy tudatosuljon benne. És ha tudatosul, akkor esetleg felmerülhetne az a kérdés, hogy nem kellene ezen változtatni. Nem kellene megtanulni, uralni a saját érzéseit egy embernek. Na most, de itt van a tanulás. Bizonyára sok mindent tanultál már életed folyamán. Ez mindenkire vonatkozik. Hiszen jártál óvodába, ott is tanítottak. Ha jártál, jártál iskolába, ott is tanítottak. Ha jártál. Többféle iskolába is jártál, ha jártál. Tehát elég sok mindent tanultál, esetleg szakmát is, ha tanultál. Tehát valószínűleg sokféle dolgot, sok mindent tanultál. Na most, nem tudom, tudsz-e magadra mondani valami olyasmit, hogy valamit tudsz, valamiben jó vagy. Biztos, hogy mindenki tud. Lehet, hogy nem is egy dolgot, nem? Lehet, hogy például sose tanítottak arra, hogy hogy főz, és most nagyon jól főzöl, mert addig gyakoroltad, míg nem ment, nem? És nem hagytad abba. Tehát sok minden lehetett úgy, hogy esetleg nem is tanultad, de mégis most jó vagy benne. Tehát nem végeztél belőle iskolát, most így értem a tanítást. Lehet, hogy a szülőt tanított, vagy lehet, hogy egy könyv tanított, de nem végeztél iskolát. Tehát akkor el tudod mondani, hogy vannak olyan dolgok, amiben jó vagy, nem? Ki az, aki el tudja ezt mondani magáról, hogy van egy-két dolog, amiben jó, legalább? Szuper, nagyon jó. Oké. Okay. Miért nem tetted fel a kezedet? Annak mondom, aki nem tette fel. Nem tudod elképzelni, hogy valamiben jó vagy? Kiszúrtalak, hogy nem tetted fel a kezed. Figyelek. Na szóval. Tehát mindegy, majdnem mindenki föltette a kezét. Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát... Hogy tudtad elérni azt, hogy valamiben jó legyél? Gyakorlással, nem? Tehát lehet, hogy tanultad, utána gyakorolni kellett. Lehet, hogy nem is tanultad, de gyakorolni kellett. Nem? Tehát mind a két esetben az jött létre, hogy gyakorolni kellett. Oké? Okay? Na most, tehát maradjunk ennyiben, hogyha valamit jól akar az ember csinálni, akkor minél többet gyakorolni kell, nem? Nem így van? Jó, akkor ezt miért szoktátok elfelejteni? Tehát miért fura az, hogyha valamiben jó akarsz lenni, akkor gyakorolni kell. Tehát most képzeld el, mit tudom én, mondjuk maradjunk a főzésnél. Én abban nem vagyok gyakorlott, sőt, nulla. Mit tudom én, mondjuk meg tudok főzni ilyen kolbászt, vízben tudod. És akkor a kolbászban főtt kolbász lesz, képzeld el. Sőt, tasakos levest is tudok főzni. Kezem. Tehát lényeg az, hogy de mégis veszem példának, mert lehet, hogy többen tudtok itt főzni. És gondold végig, hogy tanultál volna meg jól főzni, hogyha nem lett volna hozzá semmilyen eszközöd. Hanem mit tudom én mondjuk,
azt mondták volna gyerekkorodban mondjuk a szüleid, hogy tessék ott a homokozó, tanulj meg benne főzni. Homokozóban. Megtanultál volna főzni? Soha életben, nem? Hát főzni talán valami konyhaszerűségbe kéne megtanulni, nem? Nem egy homokozóba. Ezzel most csak azt akarom kifejezni, hogy értsük, hogy ha valamit az ember meg akar tanulni, akkor maradjunk mondjuk az én alapszakmámnál még egy példaként. Hogy tanultam volna meg autót szerelni, ha mondjuk bicikliket szereltem volna? Szerinted? Sehogy. Hogy tudtam volna letenni az autószerelő mestervizsgát, hogyha mondjuk csak bicikliket szereltem volna előtte? Az is szerelő, nem? Meg az is jármű, a bicikli. Sehogy nem tanultam volna meg. Tehát, ha valamit az ember meg akar tanulni jól, akkor hozzá egy adott terepre van szükség. Tehát az autószerelőnek autókra van szükség, műhely, nem? Tehát mondjuk ha valaki főzni akar megtanulni, akkor egy felszerelt konyha, de az is kevés, hát abban kellenek élelmiszerek, nem? Amit meg kell venni, stb. Tehát nem csak az az eszköz, hogy ott vannak a konyhai szerszámok, hanem az is eszköz, hogy ott vannak a hozzávalók, ami az ételhez kell. Tehát mindig az ember úgy tanulhat meg valamit jól, hogyha nem csak tanították, nem csak gyakorolni akar, hanem helyes terep van arra, helyes eszközök vannak arra, hogy az ember be tudja azt gyakorolni. Világos ez? Tehát begyakoroljuk azt, amit szeretnénk jól csinálni. Minél többet gyakorlod, nyilván valószínűleg annál jobban fogod csinálni. Természetes. Általában ez így működik. Na most gondold végig, akkor miért jelent az problémát a saját fejedben, hogyha te valamit mondjuk az emberekkel kapcsolatban szeretnél begyakorolni, mert az érzelmed az hozzád kapcsolódik. A Marcsinak az érzelme az a Marcsihoz kapcsolódik. A Jancsinak az érzelme az a Jancsihoz kapcsolódik. Érted? És te is, a Jancsi is, meg a Marcsi is, mind ember. És az érzelmünkkel kapcsolatos gyakorlatokat, gyakorlást az emberekkel lehet gyakorolni. Nem az állatokon, nem a növényeken, nem a konyhai eszközökkel kell gyakorolni, nem az autószerelő műhelyben kell gyakorolni, nem az autókon kell gyakorolni, hanem az embereken. Tehát az, hogy megtanulja az ember az érzelmeivel való bánásmódot, ahhoz a terep az emberek, nem más. Tehát nem az állatok, nem a növények, nem a satöbbi, hanem az emberek. És akkor azt mondod, hogy hát de neked kéznél vannak emberek, ott a családod. Van egy mondás, ha még nem hallottátok volna. Senki nem lehet proféta saját hazájában.
Hallottad ezt már? Milyen igaz mondás? Tehát, ami azt jelenti, hogy mit mond a család. Köszönöm szépen, rajtam ne gyakorolj. Nem ezt fogják mondani direktbe. Tudod, mit fognak mondani? Nekem te ne hozd az észt. Ezt fogják mondani. Vagy tudod, mit fog mondani? Hagyjál engem békén. Ilyeneket. Oké? Tehát például az autószerelő, képzeld el, nem jó autókon gyakorol. Mert jó autót nem kell szerelni. Hanem képzeld el, az autószerelő akkor lesz jó autószerelő, ha sok rossz autót megszerel. Oké? Tehát te sem fogod, ha tudsz főzni, te sem fogsz már egy olyan készételt megfőzni, ami már meg van főzve. Tehát te úgy főzöd meg, hogy az ott van eszközeibe. Érted? Darabokba, szana szét. És abból csinálsz egy egészt. Hát ugyanígy. Az az ember, aki veled él, vagy a gyerekeid, vagy a szüleid, azok valószínűleg köszönik szépen nem kérnek abból, hogy rajtuk gyakorolj. Ha kérnek, akkor hál' Istennek. De, most gondold végig, mire el tudod mondani azt, hogy jól tudsz főzni? Hányszor kellett főzni? Tehát hányszor kellett az gyakorolni? Szerintem most, ha össze akarnád számolni, annyiszor gyakoroltad már azt, hogy főzzél, hogy jól főzöl most már, hogy nem tudnád megszámolni, hogy hányszor kellett gyakorolni. Na most, akkor én mondanám, hogy én ismerem az embereknek a működését. Tudom, hogy minek mi az oka, tudom az érzelmi következményeket is, tudok embereknek ezekben segíteni, de én sem tudnám megszámolni, hogy hány emberen gyakoroltam már. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor gyakoroltam. Nem egyszer, kétszer, háromszor, és nem egy, két, három emberem, hanem azt sem tudnám meg visszamenőleg végig gondolni, hogy hány emberen, tehát konkrétan. Tehát nem az, hogy hányszor, hány emberen gyakoroltam. És az egy másik kérdés, hogyha meg lenne, hogy hány emberen gyakoroltam, akkor, hogy hányszor gyakoroltam az egyes embereken. És az azt jelenti, hogy ezáltal a gyakorlások révén magam is egyre képesebbé váltam azzal kapcsolatban, hogy a saját érzéseimen tudjak uralkodni. Oké? Illetve érzelmeimen tudjak uralkodni. Ugye az érzelmek hozzák létre az érzéseket. Na most akkor te miért feltételezed azt, hogy majd kellően be fogod gyakorolni a saját családodon esetleg azt, hogy te képes legyél a saját érzelmeiden megtanulj uralkodni. Miért gondolod? Tehát azért tudtam megcsinálni,
hogy nagyon sok emberen gyakoroljak, mert én nem egy olyan rendszert követtem, amiben az volt, hogy itt vagyok, keressetek meg, hogyha valami bajotok van, és ezt hirdetésként mondjuk újságokban, interneten, stb. Feladom. Ezt sokan csinálják. Én létrehoztam egy másik rendszert, ahol jöhetnek az emberek egy küldetést megvalósítása érdekében, jöhetnek az emberek azért, hogy a saját küldetéseiket is véghez vigyék, megvalósítsák, és közben úgy is lesznek gondjai. Eddig is voltak, ezután is lesznek. Jó, ha itt vannak és segítünk, akkor egyre kevesebb. Persze. Közben az ember gyakorol. Érted? Mások úgy gyakorolnak, mondom még egyszer, hogy kitanult egy szakterületet, mondjuk a kócsok, és akkor utána meghirdetik azt, hogy ők kócsok, meg milyen kócsok, és akkor jelentkeznek, akik jelentkeznek. És fizetnek azért, hogy coachingolja őket. Én nekem azért egyszer fizetett valaki, aki nem tanuló, tehát nem volt, nem tanuló, hanem nem volt tanuló, ezért fizetett. Az volt az első és az utolsó, hogy coachingoltam, és fizetett. Egyébként pedig nekem nem fizetnek azért, hogyha valakit coachingolok, mert tanulókat coachingolok. De nem akárkit. Hát akit úgy látom, hogy coachingolni akarok. Oké? Okay? Hadd határozzam meg ezt én magam. Szóval lényeg az, hogy úgy lehetett begyakorolni azt, és úgy lehet begyakorolni azt, hogy az ember képes legyen az érzelmein uralkodni, és az érzéseit képes legyen nem szabadjára engedni, hogyha az ember minél több embernél gyakorolja ezt a dolgot. Érted? Tehát ez úgy is tudod gyakorolni, hogy mondjuk van egy csapatod, vezetőknek itt elő, az első asztaloknál ugye van csapatuk, és ott mindenféle emberrel találkozol. És ez a mindenféle ember, ez mindenféle érzést tud benned létrehozni. És akkor szépen tanulod ezekből azt, hogy képes legyél az érzelmeiden uralkodni, hogy ne hozd létre azt az érzést adott helyzetben, amit előtte még nem tudtál megfogni. De most már figyelsz rá, hogy megfogd. Miért? Hogy megtanuld egy. Az uralkodást a saját érzelmeiden. Kettő, meg megtanuld azt, hogy egy emberre jól reagálj. És ne úgy reagálj, ahogy mondjuk eddig, mondjuk érzelmi vezérlés által. A saját érzelmi vezérlésed által. Az azt jelenti,
hogy maga az egyén ennek a fajta működésétől képes lesz szépen egyre jobban odafigyelni egy helyzetre, egy emberre, és az odafigyelésünk a következőt eredményezi, hogyha az ember maximális figyelmet akar valakire, vagy valamire, egy helyzetre szentelni, azt sehogy másként nem tudja, csak tudatosan. Ez megint egy tanítás. Tehát csak tudatosan. Na most, ameddig az ember tudatos, addig az érzelmei nem képesek átvenni az irányítást. Oké? Okay? És ezáltal az ember szépen be tudja gyakorolni azt, hogy képessé váljon arra, hogy átvegye az érzelmei fölött az irányítást. De ehhez kell elég feléd áramló inge. Oké? Okay? És különböző ingerek, hogy az ember a különböző ingerekre megtanulja, hogy ne negatívan reagáljon. Na most, az a tapasztalat, hogy ezt sehol senki nem tudja megcsinálni, megtanulni saját csapat nélkül. Tehát mondok példát, hogy tudom én, valaki megtanulja mondjuk a pszichológus szakmát. Kiváló pszichológus lesz, mert rengeteget gyakorol, járnak hozzá tömegével az emberek. Oké, okay. Milyen kiváló pszichológus. Közben a családja az a romokba hever, érted? Romokba heve. Csak egy példát mondtam. A párjának nulla az önbizalma, a gyerekének nulla az önbizalma. Érted? Totál romokba a család. El is válik. Lehet, hogy már mit tudom én, hanyadik párkapcsolatát nyűvi. Érted? De ő a sikeres pszichológus. És szerintetek az életben boldog lesz? Hiába sikeres pszichológus, ha közben a háttere romokba van. Akkor a válások révén mindig meg kellett osztani a vagyonát. Ezért anyagiakban sincs toppon. Érted? Hiába sikeres, hiába jól keres. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs saját csapata. Érted? Nincs saját csapata. Hiába be tudta gyakorolni. Nincs saját csapata. Sehol máshol a bolygón nincs hasonló tudás átadás, mint itt nálunk. Sehol máshol nincs az, hogy mindenkinek lehet saját csapata. Ráadásul még a saját csapat, az még anyagi előnyökkel is jár. Nem kis anyagi előnnyel jár. Tehát gondoljátok végig, hogy miért akarnád kihagyni azt a lehetőséget,
amit felkínálunk számodra. A legkedvezőbb áron tudsz itt tanulni. Lehetőséged van arra, hogy tényleg gyakorlat szintjén berögzüljön a tudásod, és képes legyél alkalmazni is az életedben a tudást. Elérheted azt is, hogy anyagilag szabad legyél, független, nem csak anyagilag, hanem több szempontból szabad legyél, tehát érzelmileg is szabad. Akkor a munkád végzésében is szabad lehess. Jó? Tehát miért akarod ezt kihagyni? Jó, tehát tudást juttatunk el, mert már unásig mondtam, hogy miért a díjmentes képzéseken, ha nem tudod, hogy miért, akkor nézz utána más előadásomban, ott van benne mindig, szinte mindig, most nem mondom. De például a mai első adásban elég sokat beszéltem arról, hogy miért. Egy kicsit más megvilágításból. Tehát ha úgy gondolod, hogy tényleg akarnál uralkodni a saját érzelmeid felett, akkor itt van számodra egy hely, amit elfoglalhatsz, és várunk szeretettel. És az egészet miért is? Hát most gondold végig. Tehát ha hiszed, ha nem, egy új korszakot létre kell hozni ezen a bolygón. Egy új korszakot. Egy olyan korszakot, ami szeretetre épül, és amit úgy hívnak, hogy aranykor. Ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Ezt meg kell csinálni, nincs másik út. A másik út a halál, jó? Maradjunk ennyiben. Tehát vagy létrejön ez a fajta korszak, vagy mindenki meghal. Jó? Így is úgy is meghalnál, tehát most ebből a szempontból nem nagy különbség. Csak nem mindegy, hogy mikor. Oké? Szóval, van egy határidő, 2035. Ez nem egy olyan határidő, ez a legkésőbbi határidő. Ha úgy látják, hogy előbb kell bekövetkezni annak, hogy rolóhúzás, akkor előbb fog bekövetkezni. Tehát ezt a korszakot létre kell hozni. Ezt a korszakot, amit úgy hívnak, hogy szeretetkor, aranykor, ezt létre kell hozni. És sajnos nincs más olyan szervezet, amely erre alkalmas lenne. Ezt nekünk kell megcsinálni. Ezért egy korszakalkotásban vagyunk. Nekünk egy új korszakot kell létrehozni. Nekünk PPA-soknak. Oké? Azért gondold végig, hányszor fordult elő az életedben, hogy korszakalkotásban részt vehettél. Soha. Mondjuk a szüleidnek, nagyszüleidnek, vagy mondjuk a történelmi tanulmányodban, a társadalmaknak hol volt lehetőségek arra, hogy létrehozzanak egy új korszakot, amiben ők személyes részvételükkel hozhatják létre a korszakot. Hol volt ilyen? Sehol. Tehát gondold végig, hogy egy korszakalkotás az
mennyivel lehet fontosabb dolog, mint bármit eddig az életedben csináltál. Mert ha eddig bármit csináltál, az ennyire nem hatott ki az emberiségre. Most az emberiség sorsa függ tőlünk. Az emberiség sorsa függ attól, hogy lesz-e aranykor, vagy nem lesz. Ha nem lesz aranykor, akkor nem lesz emberiség. Ha lesz aranykor, akkor az emberiség halad tovább. Nem ilyen formában, mint ahogy most van. Tehát nem ilyen tudatossági, illetve tudatlansági formában, mint most van. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy nem lenne rossz neked is részt venni egy korszakalkotásban. Én nekem gyerekkoromban voltak olyan gondolataim, hogy valami olyat tenni itt a bolygón, amit majd az utókor, amiről majd az utókor megemlékszik. Az utókor, érted, megemlékszik. Gyerekkorban voltak ilyen gondolataim. Fogalmam nem volt, hogy mi lesz. De itt van. Az utókor megemlékezhet róla, ha létrehozzuk. Mert akkor lesz utókor. Ha nem hozzuk létre, nem lesz utókor. És amikor a tévében elhangzanak olyanok, hogy mit tudom én, milyen autóval fognak járni 2040-ben, meg milyen társadalom lesz 2040-ben, meg ilyen baromságok, érted, akkor ott röhögök rajtuk, szó szerint. Mert látom azt, hogy holt fogalmuk nincs arról, hogy milyen jövő várható. És akkor hogy fog működni a világ mondjuk a mesterséges intelligencia révén, mondjuk 2040-ben, meg 50-ben, még ilyen baromságok, érted? És akkor ott röhögök rajtuk, hogy Istenem, de nem tudjátok. Szóval, gondold végig, azért egy korszakalkotásban részt venni, azért az nem semmi. Ezt nem mondhatja el sok milliárd ember, aki ezen a bolygón élt. Érted? Tehát nem akartál te életedben valaha különb lenni, mint úgy a nagy átlag? Miért nem akartál? Tehát itt van a lehetőség mindenki számára, hogy külön legyen a nagy átlagnál. Tehát én mondanám, hogy a nagy átlag nem fog bekerülni az aranykorba sajnos. A nagy átlag az meg fog halni 2035-ig, és utána nem, jellemzően nem ide fognak inkarnálódni. Oké. Okay. De akkor is a kisebbik része a bolygónak, az meg fogja csinálni az aranykor. Többi meg megy a levesbe. Ha csak annak a nagy átlagnak nem jön meg az esze időközben. De most gondold végig, hogy mondjuk ilyen dolgokról mennyit hallanak az emberek, és mennyit hallanak egyéb dolgokról. Ami nem arról szól, hogy tegyél valamit magadért, meg másokról, hanem arról, hogy így éld az életed, meg úgy, vegyél ezt, vagy vegyél azt, vegyél föl hitelt is, hogyha nincs elég pénzed. Tehát azt sokkal többször hallják, mint azt, hogy tanulni, fejlődni kellene, és változni kellene,
és a saját érzelmeiden tudnod kellene uralkodni. Azt nem nagyon hallják. Sőt, azt hallják, hogy szükség van az érzelmekre. Ha persze, ha állatként akarunk működni, akkor persze, szükség van. Meg a fajt is fenn kell tartani, tudjuk. Szóval, itt van egy egyedülálló dolog, amit csinálunk. Jó? Gyertek, csináljuk együtt, várunk szeretettel benneteket. És legyél te is köztünk. Meg kell csinálni ezt az új korszakot. Nincs más út. Csak ez az egyetlen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus előadást. Hát itt most példa volt arra, hogy miért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni, pont az ilyen előadások miatt, amiket így lehet élvezettel hallgatni, ahol ilyen adatok kerülnek a felszínre, ahol viszonylag egyszerűen, érthetően el van mondva, hogy mit kéne csinálni, hogyan, merre menni, és le van fektetve minden alap ahhoz, hogy egy jobb élet lehessen a Földön. Életem egyik legjobb döntése volt egyébként, hogy elkezdtem, és hát ezt nem is fogjuk abba hagyni, amíg csak élünk itt a Földön, és aztán sem. Igen, ezt valóban én is el tudom mondani, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy én is kapcsolódtam. Az itteni tanulást elkezdtem, mert mint ahogy Miklós itt beszélt az előadásban, hogy valóban egy olyan világban élünk, ahol csak elnyomnak minket, ahol még ha van is tudásunk, akkor valóban nem tudunk érvényesülni, és mi mindig kerestük azt a helyet, ahol egy boldogabb életet tudunk élni, ahol a problémáinkat meg tudjuk oldani. Nagyon sokfele voltunk, de itt találtuk meg azt a mestert, és itt találtuk meg azokat a képzéseket, ahol valóban módszereket kapunk, ami valós módszerek, amit be tudunk építeni a mindennapi életünkbe, és nem csak magunknak tudunk segíteni, hanem, mint amit Miklós is elmondott, itt van lehetőségünk valóban arra, hogy ezeket a tanításokat gyakoroljuk, tehát itt lehet csapatunk, és ezáltal tudunk mind szellemileg fejlődni. Szóval én azt üzenem azoknak az embereknek, akik most hallgattak minket először, vagy már régebb óta hallgatnak minket, gyertek el és próbáljátok meg, mert itt nincs semmi kötelezettség. Nekem azért is tetszett meg igazából, hogy itt saját tempódban tudsz fejlődni, itt olyan emberekkel vagy egyben, olyan közösség van, ahol valóban nem erről a hétköznapi problémákról van szó, hanem van egy nagy cél, és mindenki azon van tényleg, hogy egy jobb világot hozzunk el. Hogy tudod elkezdeni? Lehetőleg egyszerűbb módja, keresse egy PPH-st a Facebookon, vagy az Instán, vagy a bárhol ilyen közösségi portálon. Szimpatikus, felveszed vele a kapcsolatot, és segíteni fog neked. Végigvezet az egész úton, hogy hogy lehet itt az ember tanuló. Megmutatja a weboldalt, elmondja, hogy lehet eljönni szemináriumra, hogy működik az egész szervezet, az egész rendszer, hogy van összerakva. Gyakorlatilag minden kérdésre választ kaphatsz a mentorodtól, aki majd a mentorod lesz. A tandíj az igazán csekély ahhoz képest, amilyen infláció volt az elmúlt egy évben. Első hónap most akciósan 40 ezer forint helyett 19.700 forint, és a második hónaptól pedig 12.500 forint. Szerintem ez nem egy nagy pénz, lebontva úgy, azt hiszem, hogy 660 forint az első hónap per óra, és 440 a második hónaptól.
Körülbelül, ugye? Ott körül. Hát azt hiszem, azt meg lehet nézni, mit veszel ebből a pénzből mostanában, meg hol kapsz ilyen tudást, meg ilyen lehetőségeket, amik itt vannak a PPH-ban. Mert itt tényleg ide jöhetsz tanulni, járhatsz rendezvényre, szervezhetsz embereket, lehetsz vezető, megtanulhatod, hogy kell csapatot vezetni, és ebben mind segítséget fogsz kapni olyan emberektől, akik nem lenyomni akarnak, hanem felemelni. Ez az óriási különbség a PPH-n belüli és a kívüli világ közt. Úgyhogy javaslom neked, ne sokat gondolkozzál, itt a lehetőség. Ha úgy látod, hogy érdekel ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor várunk szeretettel. És így a nap végén még egyszer szeretnénk megköszönni Szedlacsik Miklósnak, hogy a mai nap házigazdái lehettünk. Megköszönjük nektek az együttműködést. Nagyon jó volt veletek, nagyon szerettünk benneteket. Mindenkinek széles utat kívánunk hazafele, nagyon sok sikert. Egy hónap múlva találkozunk. Nagyon szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!